Üdvözöljük kedves nézőnket a kifőste soron következő műsorán. Hány, hol vagyunk? Hol vagyunk? Én itt vagyok a pult mögött, nézők a tévéképernyő előtt, amúgy pedig a Nyíregyházi Állatpark első emeletén. Bambusz étterem. Azt elfelejtettem. Reklámhelye. Ez volt a reklámhely. Mit fogunk alkotni? Alkotni semmit, mert hál' Istennek elkészítettek nekünk mindent, nekünk már csak össze kell az egészet illeszteni. Mindjárt az egészet, csak hogy próbáljuk meg összeállítani dolgot. Összeállítjuk. Hogy sikerül, vagy nem? Két lehetőség van. Zöldséges farfallét fogunk készíteni. Mi az a farfalle? Hát amit nem itt viselsz a smokinggal, hanem ott van kifőzve is. Nyakkendő, tészta. Tészta alapban van elkészítve. Mindenki a magáét. Én nagyon nagy kockázatot fogok vállalni. Megsütöm a garnélát. Mi lesz benne? Hát a színe alapján lila hagyma, elsőre idáig. Csomó zöldséget szedjük el. Csomó zöldséget. Nézd csak, az is egy csomó zöldség. Ott is azt is beszéltem, így van. Annyi, hogy elrontottam a játékodat, mert nézd csak, én még így összevágtam, ilyen kaszaboltam. Igen, kicsit. Hát ennyi. De miért nem ezen akarom sütni? Majd én azon szeretném. Azt mondta a szerkesztő, hogy ne nyúlkáljunk egymással itt, azt mondta. Jó, nem. Nem nyúlkálunk egymással, ekkora betűvel van a csap mellé felírva, hogy melyik mit kapcsol, akkor se tudja. Pedig van rajta szemüveg. Simán. De nem, már rég nem jó. Ez már nem a jó szemüveg. Már rég nem jó az a szemüveg, de... Olivát melegítek és teszek bele némi fokhagymát, amit felszeletelek. Ne kopogjál, nem harkály szaktól. Én még majd sót. Te meg majd sót. Amúgy nem, az a baj, hogy nem látják, kedves nézők. Itt a só. Itt a bors. Itt a bors. Különtette. Külön nem. Mert nem azért, megismerje, csak azért. Ez mikor fog elkészülni, drága, mert majd már jó meleg a fa. Majd a füstöl. A fakanád. Remélem, ezt hallották. Mit dobtál le? Nem mondom, mert hallott. Mit dobtál le? Mondd meg nyugodtan. Nem mondom meg. Feltettem a hangtompítót. Na jó fekete a lila hagyma, ebből lekvár lesz? Ha sikerül, ha nem, akkor meg koksz. Hagymából lekvár lesz. Jó. Ugye mondtam. Köszönöm szépen, nem? Én mondtam én, hogy átdolgozunk kettőn. Figyelj, nem az a baj, hogy így álltunk keresztbe megkosba. Fordítva is állhatunk volna, de akkor meg a csapon megfordítva. Szóval értetted? Kapcsoljál már alá, légy szíves. Ebbe is belesült. Ott van. Jöjj fő, jobb felső. Neked. De nekem az bal. Mondom. Szítanom ott egy kicsit. Légy szíves. Lesz majd szagod legalább, hallod? Így van. Inkább illatom legyen, mint szagom, jó? Ezt már egyszer eljátszottam, úgyhogy tényleg azért válogattam ilyen szép, inkább kicsit nagyobb darabocskákat, mert nem is olyan rég pucoltam. Nem akarok pucolni. Másfél órán keresztül, csak hát nem értékelte senki rajtam kívül, holott. Már a fakanalat eldugták előlem. Segítsen, mondom, melyik az? Na, igen. Azt mondták, hogy ne tegyük ide az asztalra, mert eltakar mindent. Hát nincs is az asztalon semmi, nem tudom, mit akar el. Belőlünk abszolút semmit. Teszek bele zellerszárat, egy kis finom paprikát. A finom milyen paprikát? Kápiát és hegyes erős paprikát teszünk bele. A hegyes erősön van a hangsúly. Igen, mióta fogyok rá, az nagyon szeretem a paprikát. Addig is nagyon szerettem, de most még jobban. Mióta fogyok kurázunk, egész jól hívnak. Csípős, jó lesz az paprikának. Fehérembe buszolja, tudod. Nagyon finom. Isten bizony nagyon jó. Egy pitis sógyat, nem nagyon... Ezt a mozdulatot ki lehet pitis sót, úgyhogy nem nagyon... A borsot azt nyugodtan lehet azzal, nincs gond. Arra is kérnék egy pitis. Ne, még. Még. És akkor most mindegyikre ugyanannyi. Jó, köszönöm. Azért friss fűszernövényt használhatok? Kis mutasson, hogy melyik vagy, meg tudom. Igen, persze. Várjál, mindjárt megnézem a könyvben, mi van beleírva. Kis friss kapros. Milyen rossz kimondani? Ki van tényleg az e-mail cím? Van e-mailünk? Aha, mondjuk már, nem mindig elfelejtjük. Igen, kifosztek, kukat, kölcsei, tövö, pöcsú. Oké?
Na, elég gyengében pedig, de hát... Tessék, ahol kiköztek kukac.költségtv.hu. Köszönöm szépen. Nagyon jó. Gyere vissza, mert nem látom. Nem szabad megfog. Jó a csípős paprika. Komolyan mondom. Nagyon jó a csípős paprika. Ott fogsz majd sírni? Ahol senki sem láttam, ott... Megyen feljebb a gázodat? Egy picit. Nem elég, ha csak a lángon állítasz a gáz, jó magasságban. Sikeres. A friss citromleve. Na én ezt most kicsavartam, ahogy illik. Tejszín, tejföl. Tejszínt fog vinni bele, de nem egy igazán, hogy belemacsuk utána? Hát azt majd a végén, én inkább úgy tálalnám majd, hogy majd külön. Tényleg először is mivel fogunk tálalni? Mélybe, laposba, kicsibe, nagyba? Szerintem mélybe meglátjuk a levestányban. Egy mélybe? Aha. Hát csak úgy kis tejszínt üntünk hozzá, mert a tejszínt is felveszünk. Növényi tejszín. Én mióta fogyok urázom, ezt kell fogyasztanom. Dehogy is. Sosan elfogyok már. Fogytam 30 dekát. Kisebb is lett. Azt nem mondták, hogy honnan fogsz fogyni, igaz? Ez a bajom. Nagyon jó. Nem jó. Sótlan. Nem. Nem. Tényleg sótlan, tejszint édes. Jó. Sótlan neked. Sótlan nekünk, nem sótlan. A nézőnök is az lenne, higgyék el. Ebből a összevágott kis... Kicsit. Most, vagy majd mikor tésztázunk? Most mehet bele, hagyd. Az ízi miatt. De a tészta formája befolyásolja a tészta ízét. Én abszolút. Hát a krumpli is, nem? Jó, oké, azért mondom, persze. Ez egy örök kérdés. Teljesen más ízű a kocukrumpli, a hasábkrumpli, a... Meg a burgonyapüré. Cikkrumpli, a hordóbromja. Mindenek más íze van. Ez jó volt. De szép. Voilà. Színes. Akkor melegítsük át a tésztával lassan. Az egészet beleteszed? Meglátjuk, hogy picit. Azt mondták, hogy fogyókúráznak a fiúk is. Képzeljék el! 3XL-es pólóba jött. Három kameramambú, három vegetáriánus lett. Én úgy örülök ennek. Akkor várjál. Most ha merek főzni, vagy megfőzni. Akkor ezt fogják csak enni, majd azt inkább elfogyasztjuk mi. Nem, elnézést. Még van segítő kettő, általában. Ketten vannak, ők is. Ők meg éhesek. Ők szeretik, azt mondták. Tehát ha majd egyszer megmutatom én is őket, majd így. Vissza, tényleg neked van olyan nagyon okos telefonod. De én hívjuk hozzá, nem az a baj, telefonok? Ja, jó, oké. Nekem nincsen, csak ezek a régi kurbis telefonok vannak, de ez hagyd legyen jó forró, hagyd piruljon fel. Elég, ugye? Elég, persze, nem kell. Hát vegetáriánusok amúgy is. Neked nem sok kell. Sok szénhidrát, meg nem sok kell. Inkább csak vállalni. Na hát akkor egy kóstolást ejthetek? Úgyis neked nem mondok semmit, mert úgyis neked biztos, hogy sótlan lesz. Fix, hogy sótlan. Ugye, hogy sótlan. Igen. Ezt írd már le. Papír. Hogy ezt írjam le? Uh-huh. Neked valami sótlan volt. Most ez tényleg az, tehát... Viccet félretéve, ez tényleg sótlan volt. Megkóstoltam a rákot is? Én dugod le picit friss vágott babéle bazsalikomot is. De milyen bazsalikomot? Nélusi vagy görög, milyen? Nem. Az elfőttük. Akkor ezt elvesszük. Tálaló kanal. Szikét tampon tőle is tudom. Én a másikra gondoltam. Jó volt csiba. Ezt szerettem volna. Jó, szépen pirosodik a tészta is. Tehát a fehér tészta pirosodik. A tejszín megteszi a kis hatását. El is zárhatjuk szerintem, nyugodt szívvel. Mogjuk meg kell gyújtani, nincs gyupánk. Meg is kell ezt gyújtani? Hát a fiúk csak adnak kölcsön addig egy kevés gyufát, nem? Gyere, ne felejtjük, hogy hozzá tenni. Csak egy picit szeretnék rátenni. Az nagyon szép lesz, és nagyon kicsi is. És nem is teszünk rá többet. Csak azért is, mert a fiúk úgysem eszik meg.
Te adtál aztán rendesen egy csokorra. Az a biztos. És akkor most ezt... Elkészült a kis... Hát minek nevezzük? Minek nevezel ezt? Zöldséges tejszínes tagetőre rákkal. Na még egyszer? Mi volt ez? Hosszú, még nem tudok egyszer mondom úgysem. Zöldséges tejszínes tésztát készítettünk. Fokhagymás garnéllával. Az elkészült ételhez jó étvágyat. Észreve ételeiket pedig a kifőzte kukac kölcseitv.hu-ra kérjük. Jó étvágyat kívánom. Viszontlátásra.